Tamásiban a legutóbbi képviselőtestületi ülés alkalmával többek között a magánszemélyek kommunális adójának 2022. évi felhasználásáról is elhangzott a beszámoló, valamint döntés született idei évi felhasználásáról is. Ingatlanonként 8000 forintos kommunális adót fizetnek a városban élők, mondta el a település alpolgármestere. És hát ugye minden önkormányzat most a gazdálkodását áttekintve alkotta meg a költségvetését. Mi büszkék vagyunk arra, hogy az eredeti céljainkat nem kell megváltoztatnunk, se adót nem kellett emeljünk, és azt a célt, amit eredetileg megfogalmaztunk, hogy ezt a pénzt kizárólag közterületi felújításokra fordítjuk, ezt továbbra is fenntartjuk. Ugye itt nagyon sok önkormányzatnak kellett változtatni bizonyos ilyen szokásos álláspontján. Mi örülünk, hogy olyan költségvetési helyzetben vagyunk, hogy nem. Ezért azt tudjuk mondani, hogy az idejében fő cél az Arany János utcának a kettes ütemetet, befejezzük azt a részt itt a városközpontban. Ahogy fogalmazott az alpolgármester, sokszor éri az a vád az önkormányzatot, hogy a kültéri utakra nem fordítanak elég figyelmet. Mint mondja, ez nem így van. Szinte minden testületi ülés alkalmával születik olyan döntés, ami ezen területeket érinti. Most a kommunális adóból befolyt 26 millió forint egy kisebb részét különítették el, amihez még érkezett felajánlás egy magánszemélytől is. 1 millió forintot ajánlott fel a közalapítványnak azért, hogy a külső település részen Kecsegén történjen ebből valami a közjavára. A kommunális adónak egy kis részével ezt kiegészítettük, és így együtt tudunk közvilágítás fejlesztést végezni ott a Kecsege pusztai részen. A tamási önkormányzat célja a jövőre nézve továbbra is az, hogy a kommunális adóbevételt a járdák, utak karbantartására, felújítására használják fel.